Beszéljünk egy picit arról, hogy mi a kialakult jelenlegi városhelyzet, ami a parkolás lehetőségét vagy a parkolási díjszabást jelenti. Azt gondolom, hogy a szegediek pontosan látják naponta, hogy a parkolási helyzet katasztrofális. Parkolóhelyet gyakorlatilag nem nagyon lehet találni, pláne ebben az időszakban, amikor itt fesztivál történik a Széchenyi téren. Erre egy egészen apró példát tudok mondani, saját tapasztalatom. Természetesen rendelkezem a belvárosba szóló lakossági bérlettel. Ezzel szemben, amikor rendezvény van a belvárosban, már pedig ez gyakorlatilag minden héten megtörténik, akkor szinte nem tudok hazajutni. Tehát ennyit a parkolási helyzetről. Mi az, amiben ez megnehezíti a város működését? Készültem én néhány adattal, ami beszédes. Ugye Botka László polgármester a közgyűlésekben a díjemelések alkalmából mindig bejelenti, hogy egyes városokban ennél sokkal olcsóbb, mint Szegeden. No, ez a fegyvere most már megszűnni látszik, ugyanis gyakorlatilag Szeged az országos adatok szerint a legdrágább parkolás szempontjából. Néhány számadat: Budapesten a legdrágább 440 forint, Debrecen 480, Miskolc 400, Győr 400, Kecskemét 400, Szeged 480. Tehát gyakorlatilag Pest belvárosát értük utól. Az a helyzet, hogy amikor a parkoló zónák átalakítása megtörtént néhány évvel ezelőtt, akkor Nagy Sándor alpolgármester azzal állt elő, hogy ez tulajdonképpen nem is díjemelés. No, erre megint csak számadatokkal tudnék válaszolni. 2014-ben, még a zóna határok átalakítása előtt, 598 millió forint volt a bevétel a parkolási ágazatból. 2016-ban, ez már a zóna átalakítás után, 933 millió forint. Ha erre Nagy Sándor úgy gondolja, hogy ez nem díjemelés, akkor nem tudom, hogy mi az. Ami a további gondot okozza. Annak idején Botka Lászlónak volt egy megnyilvánulása, 2013-ból származik az idézet, ezt azért felolvasnám. Városépítési, városképi és idegenforgalmi szempontból pótolhatatlanok a városképbe illeszkedő belvárosi, tradicionális kisüzletek, mert ezek főként a sajátos kínálatot bemutató kiskereskedelmi üzletek jelentik a vonzerőt. No, ezzel szemben az a helyzet, hogy a parkolási gondok miatt ezek a belvárosi üzletek nem megközelíthetők gyakorlatilag, így aztán el is lehetetlenülnek, sorra zárnak be. Egyébként 2008 óta nagyjából 700 parkolóhely szűnt meg a városban. Gondoljunk csak a Tiszaöskör útra, a Lófarára. Ez a igencsak átgondolt közlekedési koncepció és a térkövek oltárán áldozódott be. Ez is számszerűsíthető, egy parkoló éves átlagban 265 ezer forint bevételt jelent az önkormányzatnak. Ez 2016-os adat. Jelen pillanatban ez az eltűnt 700 parkolóhely, ez 185,5 millió forint bevétel kiesést jelent a városnak. Tehát ennyit a parkolás gazdasági oldaláról. Most még elmondhatnám, hogy például lehetne erre megoldás üresen álló belvárosi IKV-s házak, udvara, stb. Ez sem működik, ugyanis az IKV-nál, szintén saját tapasztalatból mondhatom, egy belvárosi udvari parkoló éves bérleti díja 97 ezer forint, ami közel annyi, mint amennyi az éves minden zónára szóló bérlet. Akkor mégis mi lehet a megoldás? Semmiképpen nem az a megoldás, hogy további díjemeléseket hajtanak végre. Külön önállóan a parkolás ágazat nem megoldható, még árcsökkentéssel sem, erre ugyan szükség van, de kizárólag abban az esetben működhet ez a dolog, hogyha összekapcsolják a tömegközlekedési díjak csökkentésével, ugyanis az autót ilyen tömegközlekedési díjak mellett nem fogja senki letenni. Meglehetősen rossz üzenet volt egyébként a
belvárosi, az Arany János utcai parkolóház bezárása is, ahol több száz autó parkolhatna, mondjuk például a bíróság és a Széchenyi tér túloldalát szabadon téve, ezáltal további bevételek lennének generálhatók. Ezt a logikus megoldást vajon a jelenlegi városvezetés miért nem látja? Én azt gondolom, hogy nincs meg a kellő szakmai fölkészültség egyfelől. Másfelől, mint ahogy az összes önkormányzati cégnél, haszonelvű működtetésre törekednek, ami egy teljes tévút.